Hálás szívvel érkeztem önök közé. Hálás szívvel és nagy tisztelettel. Ugyanezzel a szívvel köszöntöm önöket, a II. Világháborúban elesett hőseink és áldozataink emlékére állított és most felújított emlékmű katonai tiszteletadással történő ünnepélyes átadó ünnepségén. Külön tisztelettel köszöntöm én is körünkben dr. Ruszin Romulus dandártábornok urat, a Magyar Honvédség 5. Bocska István lövészdandár parancsnokát, megjelent képviselőtársaimat és minden emlékező polgártársamat. Tisztelt jelenlévők! 1989 őszén, szeptember 25-én az első világháborús emlékmű előtti beszédben hangzott el először nyilvánosan Halmágyi Pál nyugalmazott múzeumigazgató barátomtól, hogy fel kell építeni a II. Világháborúban elesett deportálásokban és a fogolytáborokban elpusztult, illetve a városért vívott harcokban meghalt makóiak emlékművét. A József Attila Múzeum ez időtől kezdte gyűjteni az elesettek, eltűntek, soha vissza nem tértek neveit. Makóváros önkormányzata 1991. január 14-én lebontott szovjet emlékmű helyén Sánta Sándor, akkori polgármester, jelenlegi képviselőtársam kezdeményezésére 1993-ban emlékművet állított itt. Az emlékezés helyét kívánta, az emlékezés helyét akarta biztosítani a II. Világháború áldozatai, a Makó körül folyt harcokban elesett honvédjaink tiszteletére. Az emlékmű magyar honvédot ábrázoló főalakját, aki elhunyt bajtársai sírjánál áll, s jobb kezét megtört fájdalommal arcán, a sírt jelölő kereszten nyugtatja, Kis Jenő Ferenc szobrász művész munkáját méltatja. Mérhetetlenül hálás vagyok Sánta Sándor képviselőtársamnak, hogy az emlékhely megvalósulását mindvégig kiemelt fontosságúnak tartotta városvezetőként. Városvezetőként akkori képviselőtársaival 1993. november 11-én Tőkés László püspök úrral és Vég Ferenc vezérőrnagy úrral a város méltó mementójává tette. A szobor előtti íves térfal, a makói hősi halottak, a polgári áldozatok és az ártatlanul elhurcolt és meggyilkolt makói zsidó polgárok nevét, emlékét is őrzi. Az 503 név mögött 503 emberi élet áll. Az 503 név mögött 503 honfitársunk áldozata áll. Az 503 név mögött 503 hősi halált halt katona hadifogolytáborokban és az úgynevezett Málenki robotban elpusztult makói elszántsága és hazaszeretete is itt áll közöttünk. 503 magyar makói honfitársunk embertársaiért tett önfeláldozásával találkozunk szemben. Az emlékmű megőrzi a zsidó polgárságnak szörnyű áldozatát is, hiszen a neológ gyülekezetből együttesen és az ortodox gyülekezetből együttesen 1159-en vesztették életüket a vészkorszakban. Az 1944. szeptember végétől október elejéig a városban és környékén folyt harcokban elesett 218 magyar honvédra is emlékeztet ez a szobor. S kegyelettel őrzi az emlékmű a 68 polgári áldozat nevét is. A veszteség, tisztelt emlékezők, szavakban
semmiképpen nem mérhető. Az emberi hitben, reményben, szeretetben megtöretett életet generációkon keresztül hordozza az egész nemzet, és hordozza azóta is városunk minden polgára. 2014 őszén egy ünnepségen szólított meg egy makói polgártársunk. Már a nevük is olvashatatlan, a hősi halált halt hozzátartozóink nevei olvashatatlanok. A szavak mögötti fájdalom együttérzésre és összefogásra sarkalt. Együttérzése és összefogásra sarkalt bennünket, mert képviselőtársaimmal ekkor elköteleztük, hogy hősi halált halt polgártársaink emlékhelyeit megújítjuk, környezetüket a méltó emlékezés tereivé alakítjuk ki városunkban. Így újulhatott meg az első világháborús emlékmű 4,2 millió forintból, és így újulhatott meg a most megújult környezetben átadásra kerülő 9,5 millió forintból megvalósult II. Világháborús emlékhelyünk. Civil kezdeményezés hívta fel a figyelmünket a méltatlan állapotba került világháborús sírjainkra is. Az egyház közösségeinkkel megállapodva a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum által kiírt felhívás révén igyekszünk a világháborús hadisírok felújítását központi forrásból megvalósítani az elkövetkezendő időszakban. Tisztelt emlékezők, kedves barátaim! A kőbe vésett hősök nevei, a megsüppett háborús sírhantok töredékei veszteségeinknek. A veszteség azonban mindig az életre szólít bennünket. Mindig az életre hív meg bennünket. Mit üzen számunkra? Ne engedjük, hogy drága honfitársaink hősi áldozata hiába való legyen. Sem most, sem a jövőben. Isten adja, hogy így legyen.